Halleluja! Kiátsunk egy nagy halleluját az Úrnak! Él az Úr! Halleluja! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében. És külön egy nagy tapsot adjunknak azoknak, akik először vannak a körömben. Jól tettétek, hogy eljöttetek. Isten hozott. Mielőtt helyet foglalnátok, van egy nagy kérdésem hozzátok. Köszöntsétek egymást örömmel és jókedvel, jót és áldást mondjatok egymásnak. Nagyon jó, hogy itt vagy. Isten hozod, érezd jól magad. Jó dolog dicsérni az urat és éneket mondani az úrnak. Mielőtt az ige hirdetésre sor kellene, engedjetek meg egy-két fontos hirdetést még elmondjak. Először is hadd reklámozzak egy kedvenc könyvemet, Lesz-e számolónak az életem című? Nagyon izgalmas, nagyon érdekes könyv, ajánlom a figyelmetekben nyári szabadságra, nagyon hasznos és értékes eh, olvasmány. Egy másik e, e, nagyon aktuális könyv, ma erről még lesz szó, erről a témáról. A betegek meggyógyulnak. Dicsőség az Úrnak. Mi hiszük azt, hogy ahol az Úr jelen van, ott a betegek meggyógyulnak. Ma egy hete egy olyan összevetelem vettem részt, hogy összevetek közben egy embernek megnyílt a fülem. A végén jött oda és szólt, hogy prédikáció közben az Isten megérintette és megnyílt az egyik füle, amivel hónapok óta nem hallott. Mi egy karizmatikus Isten tiszteleten vagyunk, akik először vagytok, ne botránkozatok meg, hogy mi lelkesen szeretjük dicsérni az Urat. Többször elkiáltjuk, hogy hallelúja, az azt jelenti, hogy dicsőség legyen az Úrnak, Jahvénak. Szeretjük mondani meg, tudjátok, hogy a mennybe is sokszor mondják ezt, és nem mondja meg az Isten. De abban is hiszünk, hogy ahogy hallgatod az ígét, Isten ereje megérint, és megváltozol. Hiszek abban, hogy sokatok számára ez a legfontosabb lesz, na, nap lesz az életedből. Mert megváltozik az életed örökre. Mi is így változtunk meg. És nyitott szívvel hallgassad az ígét. Persze egy kicsit hangosabbak vagyunk a szokottnál, meg egy kicsit lehet, hogy furcsák, de meg lehet szokni és kérlek, hogy ne ütödjél meg, hogyha egy kicsit így mi kifejezzük az érzelmeinket. Ugye a vallásos világban az ott bevett szokás, hogy fogd vissza magad, ha jó kedved van, akkor is, ha szomorú vagy, akkor is. Mi ezt úgy szoktuk, hogy ha jó kedvünk van, akkor dicséretet éneklünk, ha szomorú vagyunk, akkor imádkozunk. De mindenképpen kifejezzük, és ez úgy gondolom, hogy jó. Még egy fontos hirdetés engedjétek, meg nagyon fontos és érdekes cikkek vannak benne, az új Exodus legújabb száma megjelent, és benne van a hídgyülektetének a, a története a legeleitől, úgyhogy nagyon-nagyon fontos olvasmány, mindenkinek nem csak érdemes, meg illik is, hogy elolvassa. Még egy kis technikai szükségünk van, a gyerek tábor, ami két hét múlva kezdődik, segítségeket keres különösen a biztonságban, meg a gyermek felvigyázása, különböző programokra a Gombos Árpádnál van, látom, de valahol itt van, lehet jelenkezni, és ne hagyjátok ki. Nem akarom szabad szalporítani a szót, szeretném nagyon nagy szeretettel köszönteni a kedves vendégeinket, akik Magyarországra érkeztek, és külön Nagy Józsefet, akit Isten használ hatalmasan a Budapesten szolgálmi lelkész, de nagyon sok fele hirdetni országszerte, sőt ország határon kívül is az evangéliumot. Sok ember, ezer ember élete változott meg a szolgálatán keresztül, és kérlek fogadjátok szeretettel és nagy szívvel. József, köszönjük, hogy eljöttél. Közé. Halleluja! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek köztetek, és nagy öröm számomra itt lenni Erdélybe, különösen Marosvásárhelyen, és megemlékezem, hogy amikor először jöttem 1984-be Erdélybe, akkor az Endréknél voltam, és most itt van a gyülekezetbe, és emlékszem, hogy még a székely himnuszot halkan énekeltük, hogy meghallják a lépcsőházba, és, és akkor még katolikusként beszélgettem az Endrével, de most látom, most már Szent Leke betöltött, vidám ember lett belőle, <laughs> megtért az Úr Jézushoz, és nagyon örülök, hogy most itt vagyunk együtt. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! És akkor még nem tudtam én is, hogy meg fogok térni, mert csak rá három évre tértem meg én is Jézushoz, 1987-ben, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt a döntést meghoztam. És amikor én is először elkerültem a híd gyülekezetébe, az úgy történt, hogy én embereket kezeltem ilyen reflexológiával egy magárendelőbe, és volt egy olyan béna, aki kezelába béna volt, nem tudott mozogni, és nem tudott eljönni a rendelőbe. És megkértek, hogy házhoz menjek kezelést adni, és akkor elmentem házhoz kezelést adni, és a, nem a anyukája jött beengedni, hanem ő a saját lábán is mondta, hogy Jézus meggyógyította kérdeztem, hogy melyik plébánián, azt mondja, nem ott, hanem a hídgyülekezetébe. És akkor egyből fogtam magam, elmentem a hídgyülekezetébe, de akkor a hídgyülekezete összességében körülbelül akkora lehet, tehát mint arra felé, hányan vagytok, körülbelül olyan 150-200 ember lehetett, és egy ilyen kicsi volt régi présházba gyűltek össze a testvérek, és először én úgy mentem oda, hogy még kellett még egy szektát létrehozni. Nem elég az evangélikus szekta, meg a református, mert nekem minden szekta volt, ami nem katolikus. <laughs> Ugye abban én jártam, az azért nem volt szekta. <laughs> és meg az volt a legrégebbi, és aztán amikor oda mentem, szíven talált Isten. És egyszer csak eldöntöttem ott a helyszínen, hogy én szeretnék Jézussal személyes kapcsolatba kerülni, és lehet, hogy én nagy katolikus vagyok, meg minden nap járok templomba, de mégis ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint azok, akik sose járnak templomba. Mert ugyanolyan bűnös életet élek, mint ők, csak én még templomba is megyek mellette, ők meg nem mennek. Így aztán elgondolkoztam, és azt mondtam, hogy én szeretnék olyan életet élni, ami a Bibliában le van írva. És megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges ez, és mondták, hogy hiszek-e Jézusban, mint Isten fiába. Mondom, persze, hogy hiszek. Hát akkor mondjam ki ezt, hittel ezt egy imába és akkor behívtam Jézust a szívembe, november 7-e volt akkor, pont a nagy szocialista, kommunista ünnep, és kint még fel is vonultak az emberek, nem tudom, itt nálatok volt-e felvonulás, Ceausescu biztos, hogy elrendelte, de a Kádár János sem volt külön, az is elrendelte, és akkor én nem felvonultam a hősök terén, hanem Jézus vonult fel az én szívembe, és a legnagyobb forradalom kezdődött el és hálát adok Istennek azóta is, hogy megtértem, és most már 87 óta, most már 32. éve, hogy megtértem, és nem bántam meg. Egyből tudtam, hogy hazataláltam a híd gyülekezetébe. Hiába, hogy a szomszédházba ott ültek az ügynökök, lehallgattak minket, a rendőrök folyamatos megfigyelés alatt tartottak, tehát hasonló rendszer volt, mint itt a ceausescu csak enyhébb változatba, de ugyanúgy nem örültek a hitnek, és nem örültek, hogy Istenbe hisznek az emberek, és engem pedig az érdekelt, hogy beleszerelmesedtem Jézus Krisztusba. És nem érdekelt semmi más azóta se. Jézust hirdetem, és azért jöttünk ma ide közétek Maros vásárhelyre is, hogy arra az örömhírről számoljunk be nektek, hogy Jézus nagyon szeret benneteket. És vannak, vagytok itt többen, akik először jöttetek, és lehet, hogy kicsit furcsájátok, hogy túl széles volt már itt az öröm. Túl nagy volt már itt a jó kedv. Hol van itt ez a nagy, miért van ez a nagy lelkesedés? Megmondom őszintén, én is először ezt gondoltam. Gyakorló katolikusként mondták, hogy megyek Isten tiszteletre, ráadásul zárt körű bibliaiskola volt haladóknak. És ott a bejáratnál kérdezték, hogy megtértem-e. Hát mondom, aki minden nap jár templomba, az már biztos meg van térve. Annál jobban csak úgy tudnák megtérni, a kétszer mennék naponta. De, de azt én nem is tudtam, mi az, hogy megtérés. Mondom, persze, hogy megtértem. Azt nem tértem meg, csak gondoltam. Be bementem, és ott még az idős mamikák is jobban táncoltak, mint én a diszkóba. Szentélek kenete alatt. Dicsőítették az urat. És akkor először én azt hittem, hogy rossz helyre jöttem. Nekem azt mondták, hogy Isten tisztelet, lesz, itt meg lakodalom van. És mert az agyamba úgy volt, hogy az Isten tisztelet akkor, hogy hallottátok Sándor pásztortól is, hogy az visszafogottság, csönd, szép áhítat és nagy-nagy csöndesség, elgondolkozás. És, és a bibliai Isten tisztelet pedig nem ilyen, hanem tánc, taps, örvendezés, hallelujázás, ugrálás az Úrnak. Tehát úgy, úr, mint aki él, dicséri az Urat. Aki él, az dicséri az Urat. És akkor, akkor, utána, amikor megtértem Jézus, az akkor értettem meg, hogy igazából én nem ismertem Istent, azért nem tudtam úgy örülni neki. Mert ha megismered a legnagyobb szerelmedet, hát akkor nem üsz csöndben mellette, hanem örülsz neki. És Jézus a legjobban szeret téged, mindenkinél jobban. Az életét adta oda azért, hogyha hiszel benne, el ne vesz, hanem örök életed legyen. És utána eldöntöttem, hogy én ezt a Jézust akarom követni, aki meghalt értem a kereszten, és föltámadt a halálból. És akkor aznap mindjárt be is fogadtam Jézust a szívembe, aznap mindjárt meg akartam keresztelkedni víztől is. Mert engem csecsemőként megkereszteltek, és az is nagy dolog volt, hogy már csecsemőként éltem. Mert úgy nézetek rám, hogy én hat hónapra születtem, 90 dekagrammal. radásul halott voltam anyukámnak a méhében és nem volt szívhangom, anyukám harmadfokú hullamérgezést kapott tőlem, és azt mondták, hogy őt fölvágniák a hasát, hogy a halott tetemet kiszedjék belőle, az voltam én, hogy őt megmentsék. Anyukám pedig akkor is hitt Istenben, igaz, hogy katolikus módon, de volt neki hit a gyógyulásba, és hogy Jézus ma is csodákat tesz, és azt mondta, hogy ő nem fogadja el, hogy meghalt a gyereke. Akkor Isten támaszza föl, és fölajánl, hogy legyek Isten szolgája, csak adja vissza az életemet. Látjátok, azóta jól megnőttem. Jézus visszaadta az életemet, és megerősített, és aztán nem egy ilyen tornából fölmentett lettem, hanem válogatott boxbajnok lettem fél nehéz súlyba. Ugye akkor, amikor még az Endrét meglátogattam, akkor még válogatott boxbajnokként jöttem ide hozzá, de most örülök, hogy együtt szolgáltjuk az urat. És jobb az ördög ellen boxolni, mint emberek ellen. De hála Istennek, hogy Istenünk ma is csodatevő, ma is gyógyító, ma is szabadító. És én arról szeretnék beszélni neked, hogy van egy olyan hit, amiről azt mondja a Biblia, hogy üdvözítő hit. És, és, én ezt a hitet szeretném nektek megpróbálni valahogy elmondani a Szentélek által, hiszen hogy segít az Úr is, hogy megértsed, hogy hogyan tudsz olyan hitben lenni, hogy a végén a mennybe jussál. Mert az egy nagyon tragikus dolog, amikor fölszállsz egy vonatra azzal a hiszemmel, hogy egy bizonyos helyre mész, és amikor odaérsz, rájössz, hogy nem oda jutottál, ahova szerettél volna. És nagyon sok ilyen hit van, amely, amely úgy, úgymond valamilyen módon hisz Istenbe, a maga módján, vagy a vallásos tradíció alapján, de üdvözítő hit csak egy van. És az igazából a végén derül ki, hogy az volt te, amikor célba érsz. Amikor Jézus ott áll veled szembe, és letörli a könnyeket a szemeidről, és magához ölel, és azt mondja majd, jól futottál gyermekem. De neked ahhoz, hogy ezt az utat végig járd, arra az útra kell rátérned, ami oda vezet. Mi például, hogy el akartunk jönni ide hozzátok Marosvásárhelyre, nem általában indultunk el minden felé Budapestről, hanem pont erre felé indultunk el. Pont az M3-ason, és pont végig a határig, és utána pedig jöttünk, és akármilyen is voltak út közben, akadályok nem adtuk föl, mert az volt a célunk, hogy ide érkezzünk. Ugyanúgy, ha mennybe akarsz jutni, akkor a MJ megváltó Jézus útra kell rátérned. Ez pedig egy keskeny út. Megváltó Jézus. És Jézus mondja, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Mert én elmegyek, és helyet készítek nektek az atyánál, hogy én vagyok, ti is ott legyetek. És ugye az ember, amikor megörököl egy vallást, elkezd egy tradíció szerint Isten után menni, és rájön arra, hogy nem tud a Biblia szerint élni, állandó lelkiismereti konfliktusban van önmagával. Szinte boldogabbak azok, akik nem hisznek egyáltalán, mert azok nem szembesülnek, hogy mit kéne csinálniuk, mert nem is tudják. De aki ismeri, hogy mit akarna Isten ott csináljunk, de mégsem tudják megcsinálni, az nagyon rossz érzés az emberben. Állandó lelkismeret van az emberbe, sohasem biztos, hogy a mennybe fog kerülni, és ezért fontos, hogy tiszta jó lelkiismeretre jussál, az meg kell térjél Jézushoz. Ez az első, hogy megtérsz, befogadod Jézust a szívedbe. Utána pedig fontos, hogy víztől is megkeresztelkedjél. Amikor engem csecsemőként megkereszteltek, azt se tudtam, hogy én vagyok a Józsika. Akkor hogyan tudtam volna, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Mert aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. És az eredetiben baptizó alámerítés szó szerepel, tehát a kész és alámerítkezik. Tehát a én csecsemőkori vízkerességemmel, de a tieddel is három probléma volt. Az egyik, hogy aki keresztelt, az se született újjá. A másik, nem alámerítéssel történt, a harmadik pedig, hogy nem volt hited, mert csecsemőként még azt se tudtad, fiú vagy vagy lány. Akkor hogyan tudtad, hogy van egy kicsoda Jézus Krisztus? Ezért kell, hogy legyen először hited. Ha van hited, akkor meg kell térjél. Ha már megtértél, akkor meg tudsz keresztelkedni, vagy be tudsz merítkezni, és utána pedig tudod Jézust követni, és szentélekkel is be tudsz töltekezni. Tehát ez az újjászületésnek a három alap lépése. És amiután én ezt megcselekedtem, attól kezdve tudom Jézus Krisztust követni. És most szeretnék nektek arról a bibliai hitről beszélni, ami által tudsz a mennybe jutni, ami által itt a Földön tudsz csodákat átvenni, ami által itt a Földön ki tudsz törni a átkokból, a szegénységekből, családi generációs átkokból, nemzeti átkokból, és mindenféle nyomorúságból. De, de a hitnek nem csak az a lényege, hogy itt a Földön jobb legyen nekünk, hanem az, hogy a végén a mennybe jussunk, és a mennyben Jézusra legyünk örökre. Tehát a bibliai hit végcélja a Jézussal való örök együttlét. De Jézus most láthatatlan módon itt van közöttünk. Többen vagyunk itt, mint ketten vagy hárman az ő nevében. Ezért itt van közöttünk. És ő ma is cselekedni akar. Nem látod a szemeddel, de attól még itt van. Ugyanolyan, mint amikor reggel fölkeltél, és megfújta a szél a hajadat, akkor nem látod a szelet, de megérezted, hogy ott van. És ugyanígy van Jézus is. Nem látjuk a szemünkkel, de amikor megérint, azt észrevesszük. Amikor betölt szentélekkel, azt érzékeljük. Amikor szól hozzánk, azt megtapasztaljuk. És ne csak arra várjál, hogy majd az összevetel végén akkor gyógyulsz meg, ha majd imádkozunk érted kézrátétellel, hanem már most, hogy hallgatod az igét, át tudod venni a csodádat. Át tudod venni a gyógyulásodat. Mert Isten kibocsátja az ő szavát, és meggyógyítja a betegeket. Igazából a szó által gyógyít Jézus, az ige által gyógyít. És a zsidó 11-ben van leírva a definíciója a bibliai hitnek. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetben így olvassuk, hogy a hit pedig a reménylet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az új fordítás szerint, a Szent Palos fordítás szerint ez így hangzik, hogy a hit pedig a remélt dolgok megvalósulásának az alapja, és a nem látott dolgok bizonyítéka. Tehát ez a bibliai hitnek a pontos meghatározása, a hit pedig a remélt dolgok megvalósulásának az alapja, és a nem látott dolgok bizonyítéka. Tehát az, amit most nem látunk, az bizonyítva lesz azáltal, hogy megtörténik, de úgy, hogy még a megtörténte előtt már teljesen reménykedünk benne, hogy meg fog valósulni. És tulajdonképpen a félelem is ezen az alapon működik. A félelem is az, az, az lebénítja az embernek a hitét, a szívét. És amikor bajba vagy, akkor választanod kell, vagy félsz, vagy hiszel. Nem mindegy, hogy hova nézel, mert amire nézel, úgy fogsz gondolkodni. Például amikor Mózes a pusztában fölemelte az érckígyót, azt azért tette, mert megmarták Izrael fiait a tüzes kígyók, mert sokat méltatlankodtak, olyanok voltak, mint a magyarok. És közben öt rájuk a tüzes kígyó, és azt mondta Mózesnek az Isten, csinálj egy érckígyót, tedd föl egy póznára, és emelt föl magasra, és aki ránéz, az megszabadul. És ugyanígy Jézus a János 3-ban azt mondja Nikodémusnak, hogy a Mózes fölemelte az éckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie. És mi most a Jézust emeljük föl magasra. És ha megmar téged a kígyó, a lábadon vagy bárhol, valami bejön az életedbe, egy betegség, egy rákos daganat, vagy egy családi tragédia, vagy egy munkai probléma, vagy egy családi probléma, megmar a kígyó bárhol, akkor nem mindegy, hogy hova nézel. És az embernek nagy a kísértése, hogy oda nézzen, ahol fáj. És megmarta a lábadat, oda nézel, ahol fáj. És már gondolatodban megjelenik, hogy mi fog történni ezután. Hogyan fogsz meghalni, hogyan fogsz fájdalomokkal kimulni. És, és amikor Jézus azt mondta, hogy úgy kell fölemelni őt, mint Mózes az érc kígyót, ez azt jelenti, hogy amikor megmarad a kígyó, akkor ne oda nézzél, ahol fáj hanem oda nézzél, a Jézusnak már fájt helyetted, mert ő a Golgotai kereszten magára vette a te betegségedet, magára vette a te családi kudarcaidat, magára vette az alkoholizmusodat is, magára vette a hűtlenségedet is, a paráznaságodat is, magára vette az összes betegségedet is, és amikor téged ér probléma, akkor nem mindegy, hogy mire nézel, és mire gondolsz, és mit vársz. Ne a rosszat várjad, hanem Jézusra nézél, és a jót várjad. Mert oda nézel, ahol megmart a kígyó, akkor a problémád részévé válsz. Csak húz lefelé a mélybe. De oda nézel, amit Jézus tett érted a kereszten, akkor a megoldás ott van Jézus Krisztusnál a kereszten. És miért pont érsz kígyót kellett föltenni a poznára Miért nem macskát, vagy valami más állatot? Azért, mert a kígyó az a sátán jelképe a Bibliában. És a kígyó megmarta az embert, bejött a bűn az emberek életébe, és a bűn miatt a halál, a betegség, az átok, az elmúlás, minden rossz dolog a bűn miatt jött be az ember életébe, Ádámon és Éván keresztül. De ugyanúgy, hogy Ádámon és Éván keresztül a halál mindenkire eljutott, ugyanúgy Jézus Krisztuson keresztül pedig az örök élet, a megigazulás, a gyógyulás Szabadulás eljut minden emberhez. Ezért, amit Ádám és Éva elrontott, azt Jézus helyreállította. Ezért ne arra nézzél, ahol fáj. Ne arra nézzél a kudarcaidra, a vereségeidre, a problémáidra. Mert a hit az nem más, mint a remél dolgok megvalósulásának az alapja. De a félelem is ugyanúgy a remél dolgok megvalósulásának az alapja. Csak a félelem az a, a rossz felés odor a bibliai reménység pedig a menny felé sodor. És igazából egy reménység nélküli hit az olyan, mint egy partalan folyó. Az mindenhova elfolyik, és nem tudnak az emberek áldást venni belőle. Ezért kell, hogy legyen reménységed is. És a reménységed Jézusban kell, hogy legyen, a te megváltódban, szabadítódban. Kell legyen egy pozitív jövőképed, kell legyen egy reménységed Jézusban, hogy ő meghalt helyetted, ő szenvedett helyetted, ő kifizette az árat érted, és ő meg akar gyógyítani téged. Ez tudatos is magadban. Tudjátok, mi erre az ördög? Gyakorló katolikusként többször átéltem, hogy nem elég, hogy betegített embereket, még el is hitette velük, hogy ezt Istentől kapták ajándékba. És hordozzák méltósággal. De én a Bibliámban nem olvasok egyet se, hogy valaki ment az úton látott, oda ment, Jézus vak lett. Szeretetből adom csak, kis alázatot tanulja. Vagy másfajta betegség, hogy utolért volna embereket Isten által. Isten meg akarja gyógyítani az embereket. Nem beteggi akarja tenni, de az ördög olyanra van, hogy becsapja az embereket. Elhiteti, hogy na, ez a te keresztet, fiam, ezt hordozod, ez a rákos daganat a te kereszted. Vagy ez a lumbágó, ez a te kereszted. A tiéd meg az, hogy alkoholista vagyod, és szétvered az asszonyt otthon. A férjed a te kereszted, az asszony meg a tiéd. Egymás keresztjei vagytok, keresztbe rakva egymásnak. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy ez a te kereszted, hanem azt mondja, hogy gyógyulj meg a Jézus sebeiben. Békülj ki a férjeddel, hagyd abba a zugivást, titkos pálinkázást, haverokkal való sörözgetést, hogy lerészegíted magadat, mert nem bírod már cérnával a dolgokat. Jézus akar neked békességet adni a szívedbe, hogy a idegrendszered is helyreálljon. És akar békességet és egészséget adni neked, hogy ne a bortó részegedjé, meg a pálinkától, meg mindenféle erdélyi finom italoktól, hanem se a, se a erdélyi sörtől, hanem szent részegedjé meg. Ez az nagyon jó szent részegnek lenni. Van, aki már tudja, az örül neki, aki nem, az majd megtudja. De ez meg van írva a Bibliában, hogy ne a bortól részegedjetek magam be, kicsapongás van, hanem szent szellemmel teljes egyetek be. És a legjobb dolog szent szellemtől berúgni. Megmarad az egészséged, egyben marad a család, és egyre boldogabb leszel. És még több csoda is történik veled. Tehát visszatérve a hithez, a hit meg a félelem nem fér meg egymás mellett. Nem lehet, hogy egyszerre hiszel, és egyszerre félsz. Egyszer egy ember fölhívott telefonon, súlyos beteg volt, és mondta, hogy ő nagyon hisz, de nagyon fél is. Mondom, hát nem megy egyszerre. Mondom, hogy vagy félsz, vagy hiszel. A kettő nem megy egyszerre. És azért tudott ilyet mondani, mert sokszor az ember nem is át, hogy mi a bibliai hit. Van, aki azt mondja, hogy ő rajta csak a csoda segíthet, orvosilag lehetetlen, hogy segítsenek rajta. Ezért ő úgy gondolja, hogy akkor most ő hisz, mert rajta csak a csoda segíthet. De ez még nem hit, csak a problémát fölismerése, hogy rajta csak a csoda segíthet. A hit több annál, mint hogy fölismered, rajta csak a csoda segíthet. A hit azt tudod mi? Hogy Jézusba hiszel, hogy ő meghalt helyetted a kereszten. Elvette a betegségedet, elvette a fájdalmadat, elvette az átkaidat. Amikor így hiszel Jézusban, na ez hit. Mert a hit az azt jelenti, hogy reménykedsz Jézusban. Reménykedsz abban, amit őt őtet érted a kereszten. És nem látod még, hogy megtörtént volna veled a teljes gyógyulás, tehát nem vagy tünetmentes, de milyen szép ez a magyar szó is, hogy tünet. Azért van tünet, hogy az eltűnjön. És amikor eltűnik, akkor a tünet eltűnt. És marad az egészség, marad a gyógyulás. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, először Jézusra kell nézned, hogy ő helyettet szenvedett, elvette a bűneidet, betegségeidet, átkaidat. És a figyelmedet Jézusra fordítod, a gondolatoddal Isten igényén gondolkozol, nem elkezdesz ma a temetésedre gyűjteni, hogy könnyebb legyen a családnak hanem azon gondolkozol, hogy meggyógyultam a Jézus sebeiben. Jézus elvette a bűneimet, elvette az átkokat az életemről. És, és ez a remél dolog, ez, ez, ez alapja lesz a hited megvalósulásának. A félelem pedig a, a ellenkezőjét hozza létre. Amikor félsz, hogy jaj, kicsit így fáj, úgy fáj, és akkor már az interneten nézed is, hogy miféle betegségek kötődnek az ilyen jellegű fájdalmakhoz. De reggelre már el is temeted magadat gondolatba. De igazából csak egy szúnyog csipet meg, de te már mindenféle rosszat gondoltál. Olyan dolgokat, hogy szinte úgy kell fő kanalazni magadat reggel az ágyból. Tehát ne azon gondolkodj, hogy miféle bajaid lesznek egyre több, hanem hogy Jézusnak minden baja volt, hogy neked semmi bajod ne legyen. Jézus szeret téged, testvérem. És a jó dolgokon gondolkodjál, ne a rossz dolgokon. Most tegnap imádkoztam egy súlyos betegér, és őnek is az volt a problémája, hogy sokat gondolkodott azon, hogy mi lesz, hogyha az régi betegsége visszatér, ami, ami 31 évvel ezelőtt agydaganattal megoperálták. És mindig félt attól, hogy az visszatér, és hogy jaj, mi lesz vele, és, és hogyan fog csinálni, hogyha az visszajön. És akkor mi lesz vele? És ezen gondolkodott, gondolkodott, és aztán egyszer csak elkezdett teljesen rosszul lenni, elvesztett az egyensúlyérzékét, elkezdett mindent elfelejteni, és, és, és szinte a legrövidebb dolgokat is elfelejtett, ami történt vele. Egyből elmentem hozzá, én segítettem felöltözni, rábeszél, hogy bemenjen a kórházba, és aztán utána a kórházba mindjárt megalapították, hogy műteni kell, és meg is műtötték. De utána, amikor megvolt a műtét, nem tért magához. És, 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 tépkedte ki magából a csöveket, úgy kellett lekötözni, hogy nehogy abba halljon meg, hogy öntudatlan alapotban tépkedik ki magából a csöveket. És, és, és amikor imádkoztunk érte tegnap, tegnap reggel pénteken, kikelt az ágyból, és jár kell, és jól van. Dicsőség az Úrnak. De őnek is az volt a baja, hogy, hogy a gondolkodott sokáig, hogy mi lesz, az a régi rossz dolog visszatér. És ha ezen gondolkozik valaki, akkor vissza is fog térni. És ezért fontos, hogy, hogy ne a rossz dolgokon gondolkodj. Amikor te át is éltél rossz dolgokat, ha tényleg csúnyadókon mentél keresztül, akkor se azon gondolkodjál. Sokszor volt, hogy ilyen súlyos balesetesekért imádkoztam. És az az érdekes, hogy az agy úgy van megcsinálva, hogy ilyen hirtelen stresszéri vagy trauma, törli azt az esemény sort, ami a, ami a baj közvetlen előzményeként volt az emberrel. De érdekes módon, amikor érzelmi trauma éri az embert, akkor nem így működik az ember szervezete, mert nem felejti így el, hanem pontosan mindig visszatér hozzá és gondolkodik rajta. És ez újabb problémáknak nyitja meg az ajtót. Tehát amikor hirtelen váratlan baleset vagy trauma ér embereket, akkor az agy törli azokat a pillanatokat. És nem emlékszik, hogy előtte két nappal mi volt, vagy egy nappal, meg utána, hogy akkor mi volt, arra nem emlékszik. Ez egy önvédelmi mechanizmus a biológiai szervezetünkben. De a lelkünkben gyakran mi fölülírjuk ezeket a önvédelmi mechanizmusokat, és elkezdünk direkt ezeken gondolkodni. És ez nem jó dolog. Amik csak jó hírűek, kedvesek, ezekről gondolkodjatok. És az Úr pedig meg fog szabadítani. És fontos, hogy a hitedet ne a rossz dologba vessed, mert a félelem az a rosszba vetett hit. Azt várod, hogy milyen rossz lesz neked. Azt várod, hogy milyen kudarc fog érni a munkahelyen, hogy nem fog sikerülni a párválasztásod, hogy nem fog sikerülni a munkahelyeden a dolgok, hogy nem fog sikerülni ez vagy az, hogy a bajok hogy fognak fokozódni. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből megmenti az Úr. Az igény kell gondolkodni, testvéreim, Istennek a beszédén. És a, az a, a nem látott dolog bizonyítva lesz, hogy megvalósul az, amiben hiszel. A hit azt jelenti, hogy mindvégig Istenben bízol. És hit nélkül lehetetlen dolog Istennek tetszeni. Mert aki élé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és mit csinál? Megjutalmaz azokat, akik őt keresik. Tehát te az urat keresed. Az Úrban bízol, az Úr megszabadít téged, az Úr meggyógyít, megszabadít, helyreállít, és egy kicsit a figyelmeteket, hogyha a zsidó 10.35-ös, hogyha fordítjátok, de az én Bibliámon csak a másik oldalra kell nézni, de lehet neked más szedése a Bibliád, zsidó 10.35-ben azt olvassuk, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet, mert még vajmi kevés idő, csak aki eljövendő, eljö és nem késik, az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberé, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ámen! Tehát mit mond itt az ige? ne dobd el a bizalmadat. És mind a héberben, mind a görögben a hit szó ugyanaz, mint a bizalom. Tehát tulajdonképpen Istenben bízok, nem félek. Istenben bízok. Amikor félsz, akkor nem tudsz bízni Istenbe. Ezért fontos, hogy megerősítsd a hitedet. De a hit az nem magától erősödik meg az emberben. Nem úgy van, egyszer csak reggel fölkezd, hoppá, most már hiszek. Hanem a hit az hallásból van. Hallás meg Isten igéjéből. Most, amikor szóljuk neked Isten igéjét, ezt befogadod a szívedbe, és igent mondasz rá, áment, egyetértesz vele, és az igére hagyatkozol. Nem az orvosi leletekre hagyatkozol. Mert az borzalmas tud lenni, amikor megmondják, hogy ebből téged már senki nem tud kihozni, ebből az állapotodból. Nincs ember a földön, de van Isten a mennyben. És van Isten a földön is akik segíteni akar neked, és ő felülírja az, 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 a törvényeket, a földi törvényszerűségeket. Ő csodatevő. A mi istenünk a fő szakterülete a csodatevés. Úgyhogy neked csodára van szükséged, akkor jó helyre jöttél. Jézus csodatevő, Jézus szabadító, Jézus gyógyító, de nem tud nélküled csodát tenni, mert az Isten veled együtt akar csodát tenni. És nem akarja rád erőtetni az ő csodáját hanem neked kell hinned, hogy ő megszabadított. A múltban már meggyógyultál a Jézus sebeiben. A múltban már megszabadultál a démoni kötelékeittől. Csak most kell lehívnod ezt a Szentélek által. És Isten pedig cselekszik az életedben. Ezért nem szabad, hogy a figyelmedet a rosszra fordítsad, hanem a Jézus Krisztusra fordítsad. Az ördög pont azt akarja elérni, hogy na, te hiszel Istenbe, Hát igaz, hogy hiszel, de akkor miért vagy egy nyomorút állapotban? És ez a, ez a testvérünk is, ez már 35 éves hívő testvérünk volt. Ma ugye itt az urban több mint 30 éves volt, és nagyon erős, nagyon jó keresztény, most is az. De ezen állapotában voltak olyan megnyilvánulásai, ahogy a feleségese ismert rá maga gyereke is, mert, mert elvesztette a hitét. Mert hogyha ő szent életet él, és az urat követi, és, és, Biblia szerint él, akkor miért történik vele, hogy visszatér ez a régi rossz dolog az életébe? Pedig, pedig nem is csinált semmi rosszat. És, és, így eldobta a bizodalmát az úrba, és, és megkeseredett. És ezért kellett háromszor is meglátogatni, hogy újból életet verni belé. És elmondanék, hogy te ne azért higgyél, mert jót érzel. Ha rosszat érzel, akkor is ugyanúgy kell hinned, mert jót érzel. Nem az érzéstől kell függjön a hitünk, testvérek, hanem a hitünk a szívünkben erős kell legyen, akármit is érzünk. És nem arra kell figyelni, ami elválaszt Istentől, hanem arra, ami közelebb visz hozzá. Egyszer egyik szentnek volt egy mondása, hogy ment a sivatagba, és jó volt látni, hogy mindig két lábnyomot látott a sivatagi homokba, mert ott volt. Jézus mellette az ő lábnyoma, meg Jézus lábnyoma. És amikor fölment a mennybe, mert meghalt, sok próbatétel után, akkor kérdezte az Urat, hogy olyan jó volt, hogy mindig mellettem jöttél. De a végén miért hagytál el az utolsó időben? Akkor csak az én lábnyomomat láttam. És akkor azt mondta, Jézus gyermekem, akkor nem hagytalak el, hanem a karjaimba hordoztalak. Az az én lábnyomom volt, amit láttál. És Jézus, a legnagyobb bajban is, amikor úgy érzed, akkor a karjaiban hordoz téged. És ilyenkor nem szabad eldobni a bizalmadat, nem szabad eldobni a hitedet. Ábrámnak megígérte Isten, a gyereke lesz, és akkor 75 éves volt. Aztán 100 éves lett, mire tényleg meglett a gyerek. 25 év után végig kitartónak kellett lenni a hitben, és nem dobta el a bizalmát az Istenbe soha. És a békességes tűrésre is szükség van hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjük az ígéretet. Miért van szükség békességes tűrésre? Mert van olyan, amikor a csoda nem egyből ér utol, hanem idő kell, hogy megvalósuljon. És amíg megvalósul, amíg meg is érzed, hogy eltűnt a testedből a baj, amíg meg is érzed, hogy helyrejött az a probléma a családodba, van hogy eltelnek hetek, hónapok, évek, évtizedek. De, egy, de egy, egy nagyon erős hittel ezeket fel lehet gyorsítani. De azért Ábrám a hit példaképe, nem lehet azt mondani, hogy kevés volt a hite, és Isten barátja is volt, de mégis kellett neki 25 év, hogy megvalósuljon. És Isten, amikor átmegyünk ilyen próbatételeken, a jellemünket erősíti, a lelkünket erősíti. Hogyha egyből megkapnánk minden áldást, nem bírnánk elhordozni lelkileg azt a sok áldást, amit kapunk. De ha látja Isten, hogy a próbatételek közepette is kitartunk, nem adjuk föl, akkor a lelkünk megerősödik. És utána lesz elég erős vázizomzatunk szellemileg, hogy tudjuk azt a sok áldást hordozni. Tudjátok, a fiataloknál is van, aki hirtelen nagyot nő, van, hogy kicsit meghajlik. Kell úszásra vinni, tornára, hogy rendbe jöjjön a vázizomzata, hozzá erősödjön a gerincéhez. És Isten is akar, hogy a hitünk hozzá erősödjön az áldásokhoz, amikkel megáld minket. És ezért néha átmegyünk próbatételeken is, és, 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 nem mindig egyből ér utol az áldás, vagy a csoda minket. Ez őszintén meg kell mondani. Van számtalan szó, láttam, amikor egyből nagy csoda történt. De, de láttam olyat is, amikor sokat kellett várni, hogy megtörténjen. De végül is örök életünk van testvérek, mindegy, hogy hány év alatt történik meg. Mert örök életünk van. A mennyből nézve már, ha nem lesz idő, akkor nem fogod mondani Istennek, hogy még kellett két hónapot várni, vagy még kellett három évet várni. Ábrán nem mondja, még kellett 25 évet várni, mert ott nincsen idő, és, és egy szempillantásnak tűnik az egész. És ne dobd el a bizalmadat, mert nagy jutalma van. Ne dobd el a hitedet, mert nagy jutalma van a hitednek. De nem akármilyen hit, hanem a Jézusba vetett hit, az az üdvözítő hit. És a békességes tűrésre is szükséged van, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerd az ígéretet. És mi az Isten akarata? Egyszer föltették a tanítványok Jézusnak. Mi az Isten akarata? A János 6-ban és azt mondja Jézus, az az, az az Isten akarata, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Az az Jézus Krisztusban. Mit kell neked cselekedni? Isten akaratát? Mi az Isten akarata? Hogy a Jézus Krisztusban higgyél. Akkor is, ha próbatételeken mész át, a nehézségeken, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, akkor se dobjuk el a hitünket, akkor se dobjuk el a bizalmunkat. Mert még vajmi kevés idő, csak eljövendő eljö, és nem késik. Az igaz pedig miből él? Hitből. Mondott persze, bérből és fizetésből. Nem, az igaz ember hitből él. És akkor ma nem béred és fizetésed lesz, hanem jutalmad, ami sokkal több lesz, mint a fizetésed. Ha csak annyit vársz, amit amiért megdolgoztál, vagy mi kevésre számíthatsz. De ha arra vársz, amit Isten ajándékba ad, csak győzed elhordozni, mert az Isten nagy lelk ajándékozó. És az igaz ember hitből él. Először is el kell fogadja, hogy te igaz ember vagy, és nem gazember. Csak egy i betű a különbség, de mégis te sokszor gazembernek érzed magadat. Pedig te nem gazember vagy, hanem igazember vagy. Becsületes, székely, magyar igazember. De még ez kevés, mert Jézus Krisztusba hívő becsületes székely, maga magyar, igaz ember kellő legyél, mert az a székely, jó székely, amelyik Jézusba is hisz amelyik nem, csak a bicskájába bízik, az, az kevés. Az Isten két kardját kell megtanulni forgatni, és azzal a gonoszokat levágni magadról, gonosz kötelékeket. Az igaz hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Úrnak a szelleme. Döntsd el, hogy te soha nem fogsz meghátrálni, soha nem fogsz visszafordulni. Egyik testvéremnek az anyukája annyiszor összetörtem a kocsiját tolatás közben, hogy eldöntött, hogy kiszerele lükvercet a kocsiból. <laughs> Csak előre felé kell mennie. És <laughs> sokszor a keresztények is lükversbe teszik a hívő életmódjukat, és visszafele mennek, amikor félelembe vagy, amikor eldobod a bizalmadat, akkor testvérem, te lükverzbe kapcsoltál. Visszafele haladsz, nem előrefele. Jézus szeretné, hogy előrefele nézzél és akkor is gyakorold a hitedet, amikor nehézségben vagy, és a figyelmedet Jézusra fordítsd, mert aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Úrnak a szelleme. És van olyan, amikor nagyon nagy vihar veszi körül az embert. Például volt, hogy a tanítványok olyan nagy viharba kerültek, majdnem elsüllyedt a hajójuk. És Jézus pedig a hegyen volt fönt, imádkozott és nézte őket. Mondott, hogy szép dolog ott föntről néz, hogy ezek hogy szenvednek. De egyszer csak, amikor már majdnem elsüllyedtek, odasétált hozzájuk a vizen keresztül, és akkor a tanítványok még jobban megijedtek, mint addig. Mert azt hitték, hogy nem elég, hogy elsüllyedünk, most még kísértet is jön a háborgó tengeren. És akkor kiáltoztak a fél, nem csak amiatt fétek, hogy elsüllyednek, hanem még kísértetek is jönnek ráadásul. De mit mondott Jézus? Bízatok, én vagyok, ne féljetek. És a Péter mit mondott? Ha te vagy, uram, mondta, hogy hozzád menjek a vizen. És mondta, Jézus, gyere. És mi lett volna, az egy térréfás kedvű kísértet? És azt mondja, hogy gyere, aztán mégis elsüllyed. De megismerte Péter a mester szavát, és egyből ment a tengeren Jézushoz. És amíg Jézusra nézett, addig haladt a vizen. Amikor a hullámokra nézett, egyből elkezdett süllyedni. És, és mi ebből a tanulság? Amíg Jézusra nézel, addig a háborgó tengeren is tudsz menni. De ha a háborgó tengerre nézel, akkor elkezdesz süllyedni. Lehet a háborgó tengered a leleted, a háborgó tengered a családi problémád, az anyagi nehézséged, az az élet körülmény, ami körbe vesz, nem tudod megoldani. És azért is mutatott be Jézus ilyen csodákat is, hogy nem csak hogy gyógyító csodát, hanem kenyeret szaporított, halat szaporított, tengeret csendesített, azért, hogy bemutassa, hogy a természet erői fölött is úr. Ő a fölött, minden fölött úr Jézus. És ha te olyan helyzetben vagy, hogy te rajta senki nem tud segíteni, Isten akkor is tud rajta segíteni. Csak Jézusra nézve haladjál Jézushoz, és milyen hálásak lehettek Péterék, hogy Jézus oda ment hozzájuk. És ne kísértetnek, lásd Jézust, hanem higgyél benne. Most is, amikor majd hív téged, hogy gyere én hozzám, akkor majd gyere hozzá, majd foglak hívni, hogy gyere ide előre, imádkozunk Jézushoz. Akkor nem mondjad, jaj, kísértet nem megyek, hanem lépjék ki a te csónakodból, kis komfortzónádból, emelt fel a lábadat, tedre, a szőnyegre, vagy már rajta van, akkor tedd tovább, és lépkedjél Jézushoz. És amíg Jézusra nézel, addig haladsz, és hogyha véletlenül a hullámokra nézel, akkor süllyedsz. De ilyenkor nem azt mondta Jézus, legyen fiam a hitet szerint, hanem Jézus nagyon jó fej. Mindig akkor mondja, hogy legyen a hitet szerint, ha nagy hited van. Ha kicsi, akkor meg megsegít, hozzátesz az ő hitét a tiédhez. Tehát ha kicsi a hit, akkor hozzátesz, ha sok, akkor mondja, hogy legyen a te hitet szerint. De remélem már most sokkal több hited van, mint az összevetel elején volt. Mert sok igét már befogadtál, sok igét meghallgattál, és az ige hitet hoz létre benned és igaz emberré tesz Jézus. Most még, amíg nem fogadtad el Jézust, nem vagy igaz. Amikor elfogadod Jézust, igaz leszel. És ha igaz leszel, akkor tudsz hitből élni. És akkor meg lesz benned a képesség, hogy nem hátrálsz meg. És mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát Jézus kiszerelte belünk a lükvercet. Ne akarjunk hátrafele menni. Ne akarjunk visszafele haladni. És befejezésül szeretnék egy olyan történetet felolvasni a Bibliából, igazából ez két történet, ami egymásba fonódik, amivel gyakorlatban szeretném bemutatni nektek a bibliai hitnek a működését. Hogy hogyan működik ez a bibliai hit, teljesen kilátástalan helyzetbe is, és ott olyan helyzetben, ami, ami teljesen reménytelen. A Márk, Márk evangéliumának a ötödik részéhez, lapozzátok a Bibliátokat. Márk 5.22-től olvasom Isten igéjét. És íme eljött a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lába józ esék. És igen, kéri őt mondván, az lánykám halálán van, jel, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Tehát látjátok itt, azt kérte Jairus, hogy vesse rá Jézus a kezét, tehát tegye rá kezét a Jézus a kislányára, kézzel tevés által imádkozzon érte, hogy ne halljon meg, hanem éljen. És Jézus egyből elment, és miközben ment, azt olvassuk, hogy a sokaság összeszorította. És volt ott egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt. Sok orvostól sokat szenvedett, minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult. Sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott a sokasságban, hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem, is meggyógyulok. És vérének forrás azonnal kiszárat, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy Isteni erő árad ki belőle, megfordult a sokasságban, és mondja, kicsoda illette az én ruháimat és mondának neki az ő tanítványai, látod, hogy a sokasság szorít össze téged, és azt kérdezett, kicsoda illetett engem? Körülnézed, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondott neki mindent igazán. Ő pedig mondja neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj békével, gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, leányod meghalt. Mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondtak, azonnal mondta a zsinagóga fejének, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek és Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És ment a zsinagóga fejének házához, és látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemenvén mondta nekik, mit zavarogtok és sírtok. A gyermek nem halt meg, hanem alszik. És nevették őt, ő pedig kiküldvén valamennyit maga mellé vette a gyermek apját és anyját, a velelevőket, és bement oda, ahol a gyermek fekszik. És megfogván a gyermek kezét, mondta neki, talita kumi, ami megmagyarázva azt teszi leányka, néked mondom, kelj föl. És a leányka azonnal fölkelt és járt, mert tizenkét esztendős volt, és nagy csodálkozással csodálkoztak. Ő pedig erősen megparancsolá nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, és mondta, hogy adjanak annak enni. Ámen! Dicsőség az Úrnak! Ez a két történet egymásba fonódik. És hogy kezdődött? Hogy jött Jézus a Tibériás tengeren túlra, és jött ez a Jairus oda Jézushoz, és ez egy főember volt. Ha szeretnéd, hogy vele csoda történjen, vagy a családtagjaiddal, az első legfontosabb, hogy ne szégyeld Jézust. Ne szégyelj Jézushoz oda menni. Ez Jézus szolgálatának az elején volt. Egy főember, Jairus. A Nikodémus, a másik főember, az titokban ment éjszaka. Ez a Jairus, ez nappal ment oda. És, és igaz, hogy itt szükséges volt, mert nagy volt a baj a családba. A Nikodémusnak nem volt ilyen baj, az éjszaka ment. Sajnos ilyen az ember, nagy a baj, akkor fővállal bármit csak, hogy megszabaduljon. Amikor nincsen, vagy kicsi, akkor elsunyog. De Jézus azt akarja, hogy te ne sunyogjál. Menj oda Jézushoz! Menj oda Jézushoz! Hogy föl, a magyarságodat, hogy fölvállalod a románságodat, akkor vállalt föl a Jézus Krisztust is. Ne csak arra legyél büszke, hogy milyen nemzetiségű vagy, legyél büszke rá, hogy Jézusba hiszel legyél büszke rá, hogy Jézus a te megváltod. Amen. És oda borult a Jézus elé, megalázta magát Jézus előtt, hogy gyere, vesd rá a kezedet az én lányomra, hogy éljen. És nem azt mondta Jézus, majd előjegyzünk, sok beteg van, majd jövőten két hét múlva megyek. Egyből ment Jézus. Jézus egyből megy most is, hogyha kéredőt. Nem, nem halogatja a segítségnyújtást. Egyből megy. De miközben ment, Összeszorították őt az emberek, mert nagy tömeg volt, és volt egy asszony, aki 12 év óta már szenvedett ebbe a folyamatos vérzésbe, menstruációs zavarba, és ugye a zsidó kultúrába nem lehetett az emberek közé menni a vérfolyásos időszakukba levő asszonyoknak, sőt még, még azután se egy darabig, úgyhogy ott két hétig tartott, amíg megtisztultak. Igaz, hogy egy hét alatt megtisztultak, de még hetet kellett várni utána. És addig volt egy elkülönített szoba a nőknek, abban voltak két hétig durván. Vagy, vagy volt ilyen közösségi ház is, hogyha nem volt saját otthonukban ilyen elkülönülési lehetőség, hogy oda menjenek. Ez bizonyos módon jó is volt, mert két hét pihenő volt, nem kellett takarítani, gyerekkel foglalkoznod, két hét szanatórium volt. Tehát, de viszont nem mentek oda a társadalomba az emberek közé, de ma már nincs ilyen, ez csak az Ószövetségben volt. Én ne ijedjél meg, itt a gyülekezetben nem vezettük ezt be, de lehet, hogy valaki örülne is neki, hogy nyugtól lenne egy kicsit. Tehát nem lehetett oda menni a társadalomba, és, és az asszony ezért is félt, mert ugye nem volt, nem volt ez megengedve, akkor el kellett külön rituális tisztátalanság miatt. És ez az asszony azt mondta, hogy én hiszek ebbe a Jézusba. És figyeled, ő Jézusra nézett, nem a bajaira. Azt olvassuk, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Pedig biztos, hogy mindedik orvos jó akart neki. Mindegyik a maga tudásához képest a legjobbat akarta adni, csak az emberi tudás véges. Az emberi képesség véges. És van, amikor jót akart tenni az ember, de mégse tudja megoldani a problémát. És még több szenvedést okoz. És az, az asszony is így volt, sok orvostól sokat szenvedett, de nem hogy javult volna, hanem még rosszabbul lett. És ilyenkor mit szoktak mondani az emberek, hogy hát akkor nekem már nincs is semmi reménységem, nincs is semmi lehetőségem. Mert mindig, amikor valami fölcsillantod, jó lesz, még rosszabb lett. És van, az emberek úgy bezárkoznak önmagukba, hogy még maguk se, magukból sem mozdulnak ki, nem is mernek már hinni benne, hogy ő nekik helyre fog állni az életük. De ez az hogy nem így volt hála az Úrnak, hanem a sok csalódás ellenére mégse dobta el a bizodalmát Istenbe. Amit olvastunk, ne dobjátok el bizalmatokat, mert nagy jutalma van. És nem dobta el a bizalmát, hanem noha eddig sokat szenvedett, minden pénze el is fogyott már, de mégis bízott, hogy az Isten fog neki segíteni. Lehet, hogy az orvosok nem tudtak segíteni, mert nem volt meg a képességük rá, bár a szándékuk biztos, hogy megvolt, meg mindent megtettek, mégse sikerült, de, de ez az asszony azt mondta, Jézus ő segíteni fog nekem. De gondolj bele, milyen dilámabban volt ez az asszony. Nem mehet az emberek közé, nem mehet oda Jézushoz, pedig csak Jézus tudna rajta segíteni. És nem, nem, nem rosszat gondolt, hanem jót gondolt, azt gondolta, és ezt mondta. Ha csak a ruháit megérintem, meggyógyulok a bajomból. És ez az asszony félt attól, hogy az emberek megtudják, hogy ő mit csinál. Ezért félve és remegve ment oda. De csak oda ment. Nem úgy volt, hogy félek, remegek, nem csinálok semmit, hanem a félelem és a remegéssel együtt is oda ment. És neked is így kell csinálni. Lehet, hogy félsz és remegsz, jaj, mi lesz, ha meglátják, hogy Jézushoz megyek jaj, mi lesz majd, azt mondják, hogy szektárs lettem, jaj, azt mondják, meghűültem, mit fognak majd gondolni. Nem érdekel, ki mit gondol. Engem az érdekel, hogy a Jézust megérintsem. És mert nincs olyan hosszú kezem, hogy két kilométerre kinyújtsam, ezért oda megyek hozzá. És közvetlen közelről megérintem. És neked is így kell Jézushoz menni. Úgy, mint a Jairus, nem szégyelte, leborult a Jézus elé. Úgy, mint ez a hölgy, nem szégyelte. Oda ment a Jézushoz, és nem azon gondolkodott, hogy mi volt eddig, hanem hogy mi lesz ezután. És te is ne a múlton merengjél, hanem a jövődre készüljél. A múltad már mögötted van, a jövőd pedig előtted van. A jöttünk az úton, Józsi testvérem vezetett nagyon jól, hála Istennek, és néztem őt, hogy mindig az utat nézte. De néha belenézett a visszapillantóba. Tudjátok mikor? Amikor előzött. Nem tolatott soha, csak előre ment. De néha, amikor előzött, akkor belenézett, hogy jön nekem mögötte, ne legyen baleset. De az az ember, aki mindig a visszapillantóban néz, hogyan haladjon előre? És gondolkodj el azon, hogy a te szemed mi van rászegezve a visszapillantóra. Amikor egyszer a férjed megvert, azóta és ezen gondolkozol pedig mekkorát veszeketetek előtt, és miért nagy szád volt, azt már elfelejtetted. Vagy egyszer, milyen rossz dolog történt veled, ilyen vagy olyan csalódásért, mindig ezen gondolkozol, mindig ezen elmélkedsz, és rajta van a szemed, de visszapillantón, és közben meg mész előre teljes gázzal, mi lesz ebből? Nem is bor merek belegondolni. Inkább azt mondom, hogy vedd le a szemed a visszapillantóról, és nézzél előre. És akkor nem fog baj történni. Ez az asszony levette a szemét a visszapillantóról. És nem azon gondolkodott, hogy mennyi orvostól szenvedett, mennyit, és mennyi pénzikötött kötött már el, és mégse segítettek rajta, csak még rosszabbul lett, hanem előre nézett. Jézus segíteni fog. Jézus meg fog gyógyítani. Jézus megszabadít és csak ha hozzáérek a ruhájához, már attól is meggyógyulok. Ezt így kimondta. És mi történt? Megtörtént, amit kimondott. Oda ment, és megérintette, és meggyógyult. És Jézus mit csinált? Egyből megállt. Kiérintett engem. És a egy egymásra néztek. Hogy kérdezel ilyen buta kérdést? Hát nem mondták nyilván ki, de gondolták, hogy ez egy nagyon furcsa kérdés. Hát hogy tud ilyet kérdezni, hogy kiérintett engem egy nagy tömegbe. Te fölszállsz egy teli buszra, és ha megkérdezi tőled a, a, a melletted el, hogy kiérintett engem, akkor furcsán nézné rá, mert inkább az a kérdés, hogy ki nem érintett. A buszsofőr az messze volt, az nem érintett. A többi mindenki érintett, aki addig hoz, ott volt körülötted, amíg odaértél, ahol megálltál. Mindenki érintett. Nem az a kérdés, hogy ki érintett, hanem aki nem érintett. És az azt, azt mondja, hogy nem úgy, mert éreztem, hogy a mennyei erő árad ki belőlem. Vagy jeled, amikor az asszony megérintette Jézust, erő árad ki Jézusból. Erő, még az a mennyei erő. Ott nagyon sok ember hozzáért Jézushoz, akikkel semmi csoda nem történt. Ugyanúgy mentek haza, mint ahogy oda. De ez az asszony, na no, a legrosszabb állapotban ment oda, mégis megérintette a mennyei erő. Miért? Mert ő kimondta, hogy ha megérintem, meggyógyulok. Hit benne Jézusban, mint megváltóban, messiásban, Isten fiában. És ebben kell neked is hinned. És Oda is kell menned hozzá, meg is kell érintened. És akkor Jézus megáll, és azt mondja, a érintett engem. És akkor az asszony oda ment, és beismerte, hogy ő volt az. Utána pedig Jézus mondta, hogy menj el lányom, megtartotta te hited. Mi tartotta meg? A hit. A hitet tartott meg. Neki volt üdvözítő hite, neki volt Istenben teljes bizalma, neked is kell teljes bizalmad legyen Istenbe. És a, a eddigi problémák, csalódások ellenére is bizzál Istenbe. Higgyél ő benne, higgyél Jézusban, és menj oda hozzá, érincs meg, és emberek megvetésétől se féljél, a megszégyenüléstől se féljél, semmitől se féljél teljes bizalommal mennyi Jézushoz. És utána Jézus mondta, hogy menj el, nem csak, hogy meggyógyult, hanem örök életet is kapott, mert a hite megtartotta őt. Jézus örök életet is akar adni, nem csak gyógyulást. Mindig, amikor beívnak egy beteghez imádkozni, megszoktam kérdezni, hogy mit szeretne, ha csak a gyógyulásért imádkozzunk, vagy az örök életért is. És a legtöbben szeretnék az örök életet is megkapni. Mert amikor az ember átmegy súlyos betegségen, akkor rájön, hogy milyen törékeny az emberi élet. Milyen pára, milyen hamar elmúlik. És még ha meg is gyógyul most teljesen, a föld élete végén úgyis a koporsóba fogják tenni. Együtt tesznek be szépet és csúnyát, okosat és butát, szegényet és gazdagot. Mi vagyunk az a generáció, akinek temetkezési alatt nem fog már keresni mert Jézus visszajön és fölszippant minket a mennybe, az ő dicsőségébe. Úgyhogy utolsó generáció, mi vagyunk itt a Földön. Ezért úgy éljél itt a Földön, hogy bármelyik pillanatban Jézus visszajön, és ne csüggedjél, hogy még fáj valamit egy kicsit, vagy még nem oldott meg minden probléma. Ahogy fönt leszünk a mennyben, minden probléma megoldódik csípőprotézis protézisodból kigyorsulsz. Egyszerűen ott marad a földön, hogy mész felé. A szép aranyfogsorod ott hagyod. Épp új fogsorod lesz, mire fölérsz. Különféle katéterek, egyéb huncutságok, amiket belédültettek, platinák, amivel pótolták a csontodat, amit elvesztetti az autóbalesetbe. Ezek mind hullannak kifelé belőled, és egészségesen fogsz ott állni Jézus előtt. Ám mi urunk, Jézus csodálatos, csodálatos, és nem sokára visszajön. Folytatódik a történet. Még beszélt ezzel az asszonynal a Jézus, és megjöttek a Jairusnak a rokonnai. Ezt igyezd meg, ha jönnek a rokonok, akkor a baj fokozódik. Itt is megjöttek a rokonok. És egyből hozták a rossz hírt. A rokonokkal az a baj, hogy mindent tudnak. És mindig mondják is. És jó lenne, nem mondanák, amit tudnak, mert te is tudod, minek mondani. Egymást a rokonok belegyömöszölik az agyakba. Ezért jó egy kicsit fölszabadulni ez alól. És jöttek a rokonok, és mondják, ne fárazd a Jézust, meghalt a lányod. És ahogy kimondták ezt a mondatot a rokonok, azt olvasjuk a 36. verszakban, Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondanak, és mi volt, hogy ne fárazd a mestert, meghalt a gyermek. Akkor azt mondta, hogy amint meghalott, hogy mit mondtak, egyből azonnal azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Figyeled, ahogy meghallotta Jézus, mert az egy gyilkos mondat volt. Igaz mondat volt, de gyilkos mondat. Megöli az emberben a reménységet. Amikor egy ember azt hallja, hogy meghalt valaki, akkor nincs tovább. Akkor az ma halott. Itt most már az Isten se tud mit csinálni. De nem a mi Istenünk az akkor is tud mit csinálni. Nem késik el az Isten a csodatevéssel. Még akkor is, hogyha meghalt valaki. Jézus akkor is csodát tesz. Jézus akkor is gyógyít. Jézus akkor is szabadít. És ezért egyből azt mondta, hogy ne félj, csak higgy. Ez mert vagy félsz, vagy hiszel. Mert ha elfogadod, hogy meghalt a gyermek, és nincs tovább, akkor abbaadod a reménységet, abbaadod a jónak a várását, mert a rossz végérvényesen utolért, és ezért nincs már reménység. De így ez meg, a keresztény ember reménysége nem ér véget a halállal, hanem a keresztény ember reménysége örökre megmarad. Mert egy keresztény ember mégis meghal, az nem halott lesz, hanem a szellemmel lelke a mennybe megy, és, és föl az Úrhoz. Elmondok egy történetet, nektek, ez nem nagyon szoktam elmondani, mert időzi rosszul végződött, de mégis tanúságos. Volt egy testvérnő, aki nagyon sok embert Jézushoz vezetett. Radásul, nagyon jó szülésznő volt, nagyon sok gyereknek az életét megmentette anyukának. Nagyon sok embert Jézushoz vezetett, és nagyon szolgálta az Urat. De egy daganatos betegség, több év óta gyötörte, és voltak időszakok, hogy meggyógyult, voltak időszakok, hogy teljesen re rendbe jött, és aztán egyszer csak visszajött neki ez, nem tudjuk, hogy miért. És hívott telefonon az anyukája, hogy menjek, mert nagyon rosszul van a kórházba, haldoklik, és hogy oda mentem, nagyon nagy dugó volt, soká tudtam odaérni, és, és amikor odaértem, már nagyon fájdalmai voltak, és imádkoztam érte, egy olyan 20 percet körülbelül, elmúlt a fájdalma, ragyogó lett az arca, és úgy tűnt, hogy, hogy rendbe jön. És egyszer csak a szemem láttára elkezdett jönni az orrából a vér, meg a szájából, füléből, és kilelt a lelkét a szemem láttára. Pedig imádkoztam érte, hogy meggyógyuljon. Csak megnyúvásként mondom, hogy nem mindenki jár, így akár imádkozok. Tehát, de, de ebben az esetben ez történt. És amikor meghalotta az anyukája a, a, a azt, hogy mi történt, akkor fölsikoltotta a folyosón. Orvosok meg engem kértek, hogy maradjak ott vele, fogjam addig, amíg jönnek. És engem akkor tetőtől talpig betöltött a szentélek mennyei energiával. És azt mondta a szentélek, hogy ne aggódjál te ő felül, hogy a jobb helyen van, mint te. Ő már célba ért, te még csak úton vagy. És ha te, és ha csak ebben az életben reménykedünk a Jézus Krisztusban, akkor minden emberi nyomorultabbak vagyunk. Itt értettem meg ezt az igét. Ha csak addig hiszünk, amíg a földi élet tart, akkor minden emberi nyomorultabbak vagyunk. A keresztény élet túlnulik a földi léten, és beatol az örök kivalóságba. És ezért, hogyha egy keresztény hívő ember elköltözik a földi létből, azt nem úgy mondjuk, hogy meghalt, hanem hogy elaludt, és elment a mennybe, Ilyen, ilyen még hála Istennek csak egyszer fordult elő velem, de, de így mutatta meg az Úr azt, hogy ő fönt van a mennyben, és én ne csak addig higgyek, amíg meggyógyul valaki, akkor is higgyek, ha mégse gyógyul meg. Mert az Isten tudja, hogy ki az, akit oda akar hívni magához, ki az, akit meg akar gyógyítani. Igazából ő mindenkit meg akarna gyógyítani, és nem tudjuk sok kérdésre a választ. De egyet tudunk, ami Istenünk Jézus föltámadta halálból és azt mondta, hogy aki ő benne hisz, az nem lát halált soha örökké. Az a testvérnőse látott halált, mert a halálangyala nem közelített hozzá. Szellemmel elke egyből a menybe ment, és a fizikai testét pedig bejezték a sírba, és amikor megjelenik Jézus a felhőkön, és repülünk föl dicsőségben, akkor nem úgy fogom őt meglátni, hogy utoljára láttam a haldokló állapotába, hanem ő testben előttem ott fog állni Jézus előtt, és dicsőségben fogunk együtt bemenni Jézushoz. És ő nem úgy fogja átélni, hogy ő meghalt, hanem hogy előbb célba ért már, mint mi. Tehát ezért mondom, hogyha még meg is hal valaki, akkor sincs vége a történetnek, mert Jézus a föltámadás is az élet. Dicsőség az Úrnak. És nem lehet egyszerre félni és hinni. Egy alkalommal beívtak egy kislányért, hogy imádkozzak, szegény két éves, és belezúnt egy fortyogó üstbe. A testének a 70%-a összeégett, másod és harmadfokú égéssel. Szülei nem voltak hívők, és, és, de nézték a vidám vasárnapot, és szerették volna, hogy imádkozzanak a gyerekért. A szülők épp válló félben voltak. Minden megígértek, hogy nem fognak elválni, csak Isten tegyen csodát a gyerekükkel. És akkor elmentünk a kórházba imádkozni ezért a gyermekért, folyosón ott volt az apuka, közölték vele, hogy néhány óra múlva meg fog halni a leány, mert szkepszis lépett föl, és a létfontosságú szerve is mondják föl a működésüket. És akkor ezt az igét mondtam neki, hogy ne félj, csak higgy. És akkor mondta, melyiket választod, a félelmet, vagy a hitet? Azt mondja, a hitet. Akkor befogadta az urat a folyosón a szívébe, bementünk a kislányhoz, a szegénynek mindene be volt kötve, kis orrocskája, arcocskája lógott ki, és visított a fájdalomtól, pedig morfiumot is kapott, de az olyan súlyos égési sérülés volt, hogy a morfium sem enyhítette a fájdalmát. És akkor átvettem a kezemet, és mondtam, hogy a Jézus nevében gyógyulj meg. És imádkoztunk, és szentek rászállt a kislányra, és elaludt. Elmúlt a fájdalma. És akkor másnap hívnak telefonon, nem értik, mi történt, ez úgy játszik, mint a játszótéren lenne. Nincs fájdalma jöttek az orvosok, hogy a leszették róla a kötést, és az elhalt bőrföletről leoperálják a rossz bőrt, és az éppen maradt testrészről átoperálják az új, a jó bőrt a réginek a helyére. De amikor leszették a kötést a kislányról, mindenütt új rózsaszín bőre volt. Másnap reggelre Jézus a dicsőség, Jézus Krisztus a gyógyító, Jézus Krisztus a szabadító. Jézus Krisztus a állító, És aztán az történt, hogy, hogy mégiscsak elváltak a szülei, és nem hozták el a gyülekezetbe se. Az anyuka kiköltözött Amerikába a kislányjal, apuka meg itt maradt Magyarországon, eltelt hét év, és mi az utcán felajtottunk egy sátrat, hirdettük az evangéliumot, és elmondtam ezt a történetet a mikrofonba és oda jön mellém egy kilenc éves kislány, fogja a kezemet, Józsi bácsi, én vagyok az, értem, imádkoztál. Anyukájával együtt épp visszajöttek Amerikából, és az utcán oda jött. Akkor az anyukája is megtért Jézus Krisztushoz. Dicsőség az Úrnak. És hogyha nem hiszel, járjál utána. <laughs> Menjél fel a Facebookomra, tekerd le a legaljára jó alaposan, és ott van egy régi újságcikk, hogy Evangélium József szerint, az lennék én, ott egy ilyen bibliai bizonyságot mondok elő, hogy miket tett Isten, akikért imádkoztunk, egy régi új jelent meg, ott le van fényképezve a kislány, összeégve, le van fényképezve meggyógyulva. De azután meg eltelt ugye 7 év, és ott azóta már láttam, 9 évesen is meggyógyulva, és egy körömnyi piros folt maradt a hátán amiről megemlékezik, ha valamikor összeégett a testének 70%-a. De Jézus csodatevő, Jézus gyógyító. El kell dönteni, mit választasz a hitet, vagy a félelmet. És amikor meghalotta ezt Jézus, hogy mit mondanak a rokonok, azt mondta, hogy ne félj csak így, és utána nem engedte senkinek, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak, Jánosnak, a Jakab testvérének, és amikor odaértek a házhoz, Látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. Mert mit csinálnak az emberek, hogyha halál történik? Siránkoznak, jajgatnak, ha nagy baj van, akkor jaj, veszékelnek. És Jézus mit csinált? Ezeket mind kiküldte. És csak a Jakab, a János meg a Péter ment be Jézussal a házba, meg a kislánynak a szülei. Tehát ez meg, amikor nagy baj van, akkor jobb, ha olyan emberek vannak a bajbújtott körül, aki nem siránkozik, jajgat meg, jaj veszékel. Megőrzi a higgadságát, megőrzi a bizalmát Istenben, akkor is, ha úgy tűnik, hogy már fölösleges. És amikor Jézus mondta, hogy ne sírjatok, mert nem halt meg, csak alszik, akkor kinevették, hát ők láttak már halottat, ez teljesen halott. És Jézus pedig bebizonyította, hogy fölkeltette ezt a leányt fölkeltette, és utána még arra is volt gondja, hogy adjatok neki enni, mint a székelyek, mindig etetik az embereket. Aztán adjatok neki enni. Halott volt, de él, adjatok neki enni. Na, most meg ilyen hajon, azt megint meghalljon. Megint föl kell támasztani. Tehát Jézusnak még arra is van gondja, hogy adjanak enni neki. És Jézus a te életedbe is csodát akar tenni. Gyógyítani akar, szabadítani akar, helyreállítani akar. És Jézus szeretné, hogy kidobnád a szívedből a félelmet, és elkezdenél bibliai módon hinni benne. Még egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, amikor egy halott föltámadt a halálból öt évvel ezelőtt. Hogy az hogy történt? Ez következőképpen volt, ez Egerbe történt, Pipis József nevű testvérünkkel, aki egy munkából hazajövet fáradtan döntés elé került, hogy vagy jön bizonságot tenni, és hirdetni az embereknek az evangéliumot az utcán, és hívni őket egy evangélizál összejövetelre, vagy otthon a munka után fáradtal lefekszik aludni, és akkor kipiheni magát. De ő nem az utóbbit választott, hanem az előbbit. Eljött az ima összejövetelre, utána kimentek a testvérek bizonságot tenni Jézusról, és miközben Jézusról tettek bizonságot, közben holtan összerogyott a Józsi testvérünk, és leesett a földre leállt a szíve, nem lélegzett, halott volt. Két testvérnő egyből mellette elkezdett mennyei nyelveken imádkozni a szentilek által. Másik meg kívta a mentőket. Jött a mentő, de nem volt benne defibrillátor. Ez a, ez a újraindítása a szívnek, ez a, ez a, hasznos eszköz. Akkor visszamentek, és jött közben egy másik mentő, közben arra járt egy katolikus pap is az septibe föladta az utolsó kenetet a halottra, nem kérdezte, hogy katolikus-e vagy nem, föladta rá, ennek már annyi. <laughs> És a testvérnök nem is tudtak mit csinálni, nem is szóltak semmit, csak tovább imádkoztak nyelveken, akkor megjött a másik mentő, 20 perc múlva, akkor azok negyedjére sikerült, hogy újra De nem tért magához, kómába volt, légzése már elkezdett lenni, meg vert a szíve, de nem tért magához. Akkor elvitték Miskolcra az intenzív osztályra, mert ott jobb gépek voltak a túlélését segítendő, és mi pedig a fiával Budapestről elindultunk le Miskolcra, ez a délután 5 és fél hat körül volt, amikor a halálesete történt, és több mint 20 percig volt halott állapotban, és és mi pedig este 9 óra fel érkeztünk le Miskolcra, az intenzív osztályra. És amikor becsöngentünk az intenzív osztályra, akkor mondtuk, hogy kihez jöttünk, és mondták, hogy ennek az embernek már semmi reménye nincsen, mert nagyon sokáig volt oxigén nélkül, és, és ebből már nem lehet kijönni, még ha életbe is lehet tartani, csak úgy, hogy mesterséges lélegeztetés, és soha nem tud magához térni. És akkor kérdeztük a nővérkét, hogy ő szerintem mi tudnánk-e rontani az állapotán. Szonta, hogy nem. Akkor engedje meg, legyen szíves, hogy imádkozzunk érte. És akkor beengedett, hogy imádkozzunk érte, és akkor odálltunk a, Józsinak az ágyához, rátettük a kezünket, és imádkoztunk, ott állt a fia mellettem. És a Jézus nevét helyeztük rá. És a Szent Szellem erre rászállt, kinyitotta a szemét, felült, elkezdti kiúzgatni magából a csöveket, hogy jön haza úgy kellett rábeszélni, hogy ott maradjon. És ott maradt még három-négy napig, de az hétvégén saját maga mondta a gyülekezetében, a saját lábán, hogy Jézus hogyan hozta ki a halálból. Hogyan támasztotta, adta vissza az életét, és adott neki teljes gyógyulást. Látjátok, ez egy ökomenikus megmozdulás volt. Benne voltak a testvedék, akik nyelveken imádkoztak, szentélek által. Benne volt a katolikus pap az utolsó kenettel, az is segített biztos valamit. Akkor ott voltak a mentősök a defibrillátorral, és ott voltunk mi is a végére, hogy imádkoztunk a Jézus nevében a Szent Szellem által. Tehát itt együtt működött a orvos, katolikus pap és a gyülekezet lelkésze, és hála az Istennek, visszajött a testvérünk az életbe. Azóta még három unokája született, teljesen jól van dicsőség az Úrnak. Egyszer majd lehet eljön, azt elmondja nektek saját maga, mi történt vele. De Jézus Krisztus ma is gyógyít, ma is szabadít, ma is helyreállít. És ez meg egy két-három hónapja volt, amikor Pécsen hirdettem az evangéliumot, és egy orvos házaspár jött oda hozzám, a férfi idegsebész, a felesége pedig reumatológus, és a feleségének el volt szakadva a lábába, az aki in, és már régóta nem tudott meggyógyulni, szegény mindig húzta a lábát, imádkoztunk ért, a szentlek megérintette, és táncolva ment haza, azóta is jól van. A férfi, a férje pedig hozott egy ruhadarabot, hogy azért imádkozzunk egy betegéért, mert munka végzés közben ácsként dolgozott, és leesett a tetőről, és eltört a gerince és a gerincet ugyan össze tudták csavarozni, de az idegpályákat nem tudták összerakni, és úgy volt, hogy örökre béna lesz, semmiért se tudja mozdítani. És megáldottunk egy ruhadarabot, az ember meg se volt még térve Jézushoz. Nem csak egy egyszerű betege volt ennek a hívő orvos testvérnek. És megáldottuk a ruhát, rátette, és reggelre fölült az ember, elkezdett mozogni. És utána szépen elment rehabilitációra, és most voltam egy hónapja, tehát egy négy hónappal később saját lábán ott volt a gyülekezetben, egész családjával megtért Jézushoz. Mert volt egy olyan hívő orvos, aki nem csak orvosilag segített neki, mert orvosilag is segített neki, de de azzal csak valamennyit tudott volna segíteni, de a hitet is mellétette. És Jézussal együtt még nagyobb csoda tudott történni ezzel a beteggel. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy higgyetek Jézusban, mint csodatevőben. Higgyetek Jézusban, mint aki bűnöket megbocsájt. Higgyetek Jézusban, mint aki megszabadít gonosz szellemektől. Leszed átkokat rólatok, és helyreállít. És ne csak ebbe az életben reménykedjetek Jézusban, ne csak azért higgyetek benne, hogy meggyógyuljatok, ne csak azért, hogy helyreálljon földi problémátok, hanem azért higgyetek, hogy a mennybe jussatok. Azért higgyetek, hogy célba érjetek, és közben pedig csodák. Szegélyezzék életetek nyomait. És legyetek Jézus levelei, amiket nem papírra ír, hanem bennetek ír Isten, levelet többi embernek. Szentileg munkáját megmutatja bennetek, és munkálkodni akar Jézus. És először azokért szeretnénk imádkozni, akiknek még szükség van az örök életre is, a bűnbocsánatra is. Sőt, vannak olyanok közöttünk, akik valamikor már megtértél Jézushoz, de kisodródtál a keskeny útról, és lesodródtál a széles útra. Téged is hív, Jézus, gyere vissza a keskeny útra. Először azért szeretnénk egy közös imát elmondani, hogy átvegyed az örök életet, a bűnbocsánatot, és azt átvetted, utána meg szeretnénk imádkozni a gyógyulásért is, szükségbe is, a helyreállításért is. De kérlek, hogy most álljunk föl mindannyian, és most hozzá szeretnék szólni, aki még nem vagy benne biztos, hogy ha most meg kéne halnod, hogy a mennybe kerülnél, akkor kérlek, hogy gyere ide előre, és egy közös imát mondjál el velem együtt, és Jézust hívd be a szívedbe, én lassan fogom elmondani mondatonként, és te velem együtt elmondhatod. Ez nem egy közönséges ima lesz, hanem egy megtérő ima lesz, amiben Jézussal a szövetségre fogsz lépni. Jairus hogyan ment Jézushoz? hittel és bizalommal. Nem szégyenkezett, leborult Jézus előtt. Bérfolyás haszton, hogyan ment Jézushoz? Bátran és elszántan, eltökélten. Ti is így gyertek Jézushoz. Kérlek, hogy még szól ez a dal, ne szégyenkezz, hanem gyere ide előre, és együtt el fogunk mondani egy közös imát, és abban, abban az imában Jézus fogjuk kérni, hogy bocsássa meg a bűneidet, adjon örök életet és ha a betegség is van a testedben, akkor azt jelezzed, mert akkor te érted, már egyből imádkozunk gyógyulásért is, és bűnbocsánatért is. Úgyhogy dicsérjük az Urat, és az a kérésem, hogy nézzél jobbra, nézzél balra, de ne csak nézzél, kérdezd meg a melleted állót, te már befogadtad Jézust? Ha azt mondja, igen, kérdezd meg mikor. Ha nem tudja, akkor kísérd ide előre. Akkor most van az ő ideje. Úgyhogy dicsérjük az Urat, és közben bátran gyertek, gyertek! Szaladjatok Jézushoz, és imádkozzunk!